Magyarországon nem visszaesés, hanem növekedés lesz idén. A jegybank tartja a 2-3%-os növekedési prognózisát, mondta Matolcsy György. Ilyen gyorsan zuhanó és gyorsan visszapattanó, azaz V alakú gazdasági hatással számol. Hát itt nem tehetünk más, mint megkérdezzük az illetékest, hogy hogy lesz ez egészen pontosan, konkrétan ez a gazdaság, ez a növekedés. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ilyen tisztelt miniszterelnök úr, miniszter urak, alelnök urak, hölgyeim és uraim, és mindenki, aki mélyen tisztelt. Személyes megjegyzéssel kezdem. Megköszönöm a miniszterelnök úrnak, hogy miniszterelnök úr. Megköszönöm, hogy miniszterelnök úr mindig stratégiailag megfontolva, bölcsen megfontolta, amit megfontoltunk, így sikerült abszolválnunk a fiskális monetáris konvergenciát. Itt kell elmondanom, hogy köszönve a jól átgondolt erős kormányzati megoldásnak hazánk, a magyar nemzet, kikerült a 2010 előtti szégyenletes Gyurcsány kormány által ránk maradt balliberális, szuficittől átitatott deficit buborból. Ennek eredményeként hazánk a többi világhatalomtól eltérően, kimondhatjuk, tündérmese, melynek szereplői mi vagyunk. Unortodox kockázati porlasztásunknak köszönhető, elkerülve, sőt, kipcsak módon kicserezve a munkanélküli rátát, okos és bölcs, neoklasszikus modell lettünk. Legyőzve a hétfejű büdzsé sárkány hétfejét, fejenként 3 piaci szegmentálással, ami összesen ugye 34, a járvány utáni első napokra 20-25%-os növekedést várok. Ma már bátran elmondható, köszönettel a miniszterelnök úrnak, angolul, to be or not to be, németül, verejtező spét, dachun, mind. Ebből nem engedhetünk semmiféle vargabetűt, kilengést. Elmondható az is, hogy gazdasági bravúrként 2022-re 85 és 150 év múlva 70%-kal túlszárnyaljuk az unió legkreatívabb nemzeteként a növekedési rátát. Áldott békés adventet, május 35-ét, sikeres labdarúgó fordulót kívánok, megköszönve maguknak, magamnak, magunknak, hogy vagyok. Köszönöm a figyelmüket. Hát, legyünk közben is nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát ezt csak utólag szeretném figyelmeztetném, hogy Polt Péternének nem köszönte meg ebből. Áldott békés adventet kívánok. Azt hiszem az advent szépségéről kár felesleges nekem most beszélnem. Amennyiben nem megfelel a kellemes húsvét ünnepeket is ide tenném. A többi blöff. Tessék. Lehet, hogy... Áldott békés adventet kívánok. Igen. Baj igen, lesz. Igen. Ennyit akartam csak mondani. Áldott békés adventet kívánok. Ez nagyon szép ünnep. Szebb talán még, mint a karácsony is. Köszönöm szépen. Hát mi köszönjük nagyon-nagyon szépen. Adventet viszont kívánjuk. Hát most ilyenkor főleg így adventájékon, hát nem is tennénk fel több kérdést ezzel kapcsolatban. Mindenesetre örömmel hallottuk ezeket a híreket, hát reméljük, hogy ezt a világ is meghallja, és akkor innentől kezdve már, hát hogyha túl vagyunk ugye a tetőzésen, akkor a V-nek az alsó részén is túl vagyunk, tehát már ez a visszapattanás korszaka. Most már az lesz, hogy csak mikor érjük el azt a 25%-ot, az az egy kérdés. Áldott ünnepeket kívánok. Blöf. Na, nagyon szépen köszönjük, hát továbbra is csak azt tudom mondani, hogy viszont kívánjuk, na igen, köszönjük szépen a beszélgetést Matolcsy Györgynek.